Nyicsenkóhoz pattan vissza, Nyicsenkó, lengyel, Bíró Szabolcs, és egy öngól! Úristen, micsoda öngól! Szinte hihetetlen, Tokodi! Egy óriásit véd Bíró Szabolcs, Tokodi pedig megnézi a sarkot és belövi. Hát ez ritkán látható pillanat. Itt a kipattanó, és minthogyha a Dunafer kapujába rúgná. 2-1-re vezet a második félidő 5. percének végén a Dunafer egy ritkán látható góllal. Mesteri csavarás, csak a rossz kapura. 2-3 órát aludtam egész éjszaka, hát forgolottam, meg gondolkoztam. Hát nem igazán, hogy is mondjam. Nem tett jót a lelkemnek ez a zöngol, az biztos. Nagyon szerencsétlenül értem az a labdához, szerintem szögletre szerettem volna rúgni azt a labdát. Hát sajnálom, hogy így sikerült. Igazából nagyon oldalra nem akartam rúgni, mert féltem, hogy berúgom az egyik védőbe, vagy egyik csatárba, és akkor abból gól lehetett volna. Szögletre akartam rúgni, de hát egy szerencsétlen mozdulat, sajnos öngól lett belőle. És a játékostársak nem zrikáltak, nem cikiztek? Dehogy nem cikiztek, de mindenki jó indulatú volt, tehát nem az a rossz indulatú beszólások voltak, hanem normálisan zrikáltak, meg vigasztaltak is, az az igazság, hogy nagyon rendesek voltak ők is. Meddig tart ennek a hatása, meddig foglalkoztat még ez a dolog? Szerintem még 1-2 nap, aztán túlteszem magam rajta, és a következő meccsre koncentrálok. De Isten igazából akkor fogom elfelejteni, amikor a következő meccsen gólt rúgok, vagy a következő mérkőzéseken. Ha legközelebb egy ilyen szituáció kialakul a pályán, mit fogsz csinálni? Hát öngólt biztos nem fogok rúgni, nem tudom. Valószínűleg... Nem tudom, mert valószínűleg belé fogom rúgni a labdát most. Vicces, hogy a Tokodira tért ki, mert hogy a legelső interjúm az Terjék Lajossal volt, aki nekem akkoriban ugye fiatal berobbanó csillagként pár évvel idősebb volt, mint én, és vele is beszélgettem a Tokodi öngóljáról, és ő azt mondta, hogy, és ez nem tudom, ennek meg lesz-e ez a sztori. Hú, ennek a gólnak a története, ha bár most nem fog neki örülni, mert ugye mi gyerekkori barátok vagyunk, és együtt nőttünk fel az utánpótlás csapatokban. Én emlékszem, hogy a Szlezák Zolival cserék voltunk, de már mind a ketten melegítettünk, pont amellett a kapu mellett, ahova ezt az öngolt rúgta. És az első reakciónk az, ugye az volt, azon kívül, hogy láttuk, hogy az mindenki le van sokkolódva a stadionba. Mi pedig, ha jól emlékszem, felhúztuk a kabátot a fejünkre, és annyira röhögtünk, hogy nem bírtunk tovább melegíteni. Úgyhogy egy 5 percbe telt, mire abba bírtuk hagyni a röhögést, úgy, hogy egyébként ezzel 2-1-re vesztésre álltunk ezzel a góllal, de nem bírtuk abba hagyni a röhögést, és én még azt hiszem, hogy amikor mentem cserélni a Tibit, még akkor is röhögtem. Majd utána szerencsétlenségére hétfőn mentünk az utánpótlás válogatottba, és 5-en voltunk újpestiek akkor a keretben, és pont az MTV1, azt hiszem, kim volt ugye az összetartáson, és mindannyiunkat megkérdeztek ugyanígy ezzel a góllal kapcsolatban, és csak az én interjúm nem került be, mert amikor elmondták, hogy miről akarnak beszélni, akkor én úgy röhögtem a kamerába, hogy nem bírtam beszélni, és akkor mondták, hogy jó, akkor én menjek, mert ez így nem lesz jó. És ugye hát utána visszaül az asztalhoz, kérdezték a többiek, hogy hát és te mit mondtál róla? Mondtam, hogy én semmit, mert annyira röhögtem, hogy be kellett fejezni az interjút. Úgyhogy ez több szempontból is érdekes gól volt. Szóval amire kíváncsi lennék, hogy ezt a gólt megérni a kispadról, ahol egy erős Dunafer ellen hátrányba kerülünk, milyen volt, és hogy kellett-e utána külön önnek, mint az edzőnek, Tibivel foglalkoznia, milyennek a gólnak az utóélete önnél? Az utóélete annyi volt, hogy foglalkozni kellett vele, mert nyilván őt is megrázta ez a helyzet, de van ilyen, hát a fociban van ilyen. Tehát ritkán, mondom, de van ilyen. Van ilyen, tehát a futball az azért egy gyönyörű játék, mert olyan dolgok történnek a pályán néha, amire az ember soha nem tudja elképzelni. Olyan csapatok nyernek, olyan játékosok alkotnak dolgokat, amire az ember nem tud, hogy mondjam, nincs előtte elképzelése. Tokodi egy nagyon tehetséges játékos volt, válogatott lett a kezem alatt, elnézést, hogy nem én miattam, tehát... De sőt, hát gól, úgy kb. Annyi meccs van, ahány gólja, tehát, hogy jó, lőtt is egy pár gólt. Így van.
ebben a generációban egyébként, hogy ne csak őt emeljük ki, ugye ott volt a Terjék Lajos, a Szélesi Zoli, a Vancák Vili, a Lőv Zsolt, és még talán a kapus poszton is ott volt a Szántai Levente. Egy nagyon-nagyon ambíciózus fiatal garnitúra volt Újpesten, kiegészítve az öregekkel, idézőjelben öregekkel, Urbán és akiket említettünk, Dvéri. Egy nagyon-nagyon jó missunk volt ez a társaság. A csapat is kisegítette Tokodit, soha senki nem reklamált, inkább, ahogy az előbb ön említette, ahogy a Terjék Lali is, de inkább, bocsánat a kifejezés, inkább mulattunk ezen a dolgon, mint mert ilyen előfordul, és hát rengeteg ugratás volt, egy jó sztori lett belőle végül. És milyen jól sült el, hogy ezt a meccset ugye megnyertük. Mert így azért azt mondja az ember, hogy hát belefér, de mondjuk ezzel a meccs, góllal bukjuk el, most ezen itt nem röhögünk mi sem, mert önnek is egy rossz emlék relatíve, nekem is. Nem, van, és inkább az a nagy dolog, hogy ezt a meccset utána hoztuk, mert olyan lelkes újpesti szurkoló tábor akkor ott a csapat mögé állt. Nem lehet tudni, hogy mitől mozdult ki a csapat abból a, hogy mondjam, picit ilyen rossz állapotából, és szárnyalt utána a csapat, és aztán most nem akarok rosszat, de talán a Flóri fejes gólja lett a harmadik, abban nyertünk meg. 3-2-re szépen megfordítottuk. Mindenki olyan boldog volt, hogy nem igaz, úgyhogy azonnal el is felejtettük Tokodinak ezt a problémáját. Talán lehet, hogy ő hozta ki a csapatból ezt a pluszt. És lehet, hogy egy X-es mes lett volna. Így van, pont.